Nyitva. Nyitva van! Egy bátor van! Szép nagy előtere van neki, igen! Ez egy bátor van! Kányhában! Szépen szerényen megújt, majd pedig a nyereségét ott tökölözte meg, hogy az átfolyam rést sokszorosára emelte, ugyanúgy, mint a Rafi. Ez a két bank volt az, aki a legnagyobb árfolyam résre dolgozott a végén, már ilyen 5-6% is volt, és ugye most ők sírnak a legjobban, nyilván a legnagyobb veszteségük is lehet, az aprósággal is, de ugye ez nem segít az embereken. Ugye szerintem plakátoljuk el ezt a bankot, ugye sem minden ablakát, körbe-körbe. Emlékszem, volt idő még, amikor a biztonsági rang letépkedte ezeket a plakátokat, ha már nem tesz ilyen kunyaságot. Minden bankon ott vannak továbbra is. Tudják nagyon jól, hogy diktatúrák vagyunk, tudják jól, hogy mi így csináljuk azt, amiért jöttünk. Arra figyeljetek, hogy ez egy brutális nagy bank, még itt balra a kis utcában is vannak kirakatai, meg ugye ott egészen sokáig, tehát valami hatalmas méretű fió. Biztos kell lesz nekik az embernek kiposztásából. Nem tudom, nekem ennyi elég volt arra, hogy beszélünk, hogy egy második át kockásokat Kinél van szalag? Nézd meg, hogy nem tudom, hogy meg van, mert nem mindegyik. Hát akkor még most is csal. Gyere velem ragasztani, létszik, melyik van egy ragasztó. Nyomjunk. Gyere, Tatiri. Mi most ezeket pakoljuk. Majd. Igen, tegnap azért. Mi volt? Hiszem benne, hogy nagyon jó idő lesz. Igen, nem lett volna jó, hogyha ugyanaz áll. Nem, azt az FHB. Hát azért, mert a bíróság így ítélte. Hát, de még biztos se kaptuk, ugye mi pár? Nem, hát mit lesz kérjük, nem ebben beszélünk. A bíróság kimondolja a bankok sok. Hát akkor kérjük a pénzt vissza. Itt aláírta, de hát többet is fizettük a kellőszkét. Bíróság azt mondta, hogy ez csalás volt, most kérjük a pénzüket vissza. Hát érti? Hát...
Látnak be, mert mindenütt ilyen fehér vigyóval le van sötétítve. Talán fölül, igen, fölül. Azt Józsi eléri a fröntjét. De szólj, hogy én ragasszam inkább, hogy ne retetépked, mert elég. Ezt az angol szöveget legyünk ki, hát ha jön valami külföldi. Igen, itt az ATM térbe, ezen keresztül kell. Ugye miért szeretnél? Belmiért.
Tézett munkaidőben, az ügyintéző, és ez nem tetszik neki, hogy lebukott. Még hogy a csajok nem nézne szex oldalakat. És ti miért maga fájtáhat hozott meg? Ha fölül megszültünk, biztos odaara ott marad, nem? Szerintem még egy, igen. Thank you.
Na, mi lesz itt? Segítségünk is van, úgy látok. Ó, még Marta Karácsonyi szóló rólam volt. Teljesen jó. Nem lehet, tényleg nem lehet oda gondolni. Meg tenni ilyen, szerintem önbiztosan a biztonsági őr, hogy szól a közöknek, hogy így csoportos üljenek, mert énekelni fogunk nekik. Köszönöm. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen joga. Kérde befejezni, milyen alapon szól itt felejtet? Na, hogy van ez? Hát jó, de ő meg befejezni. Köszönetem, miért kérde befejezni? Meg tudja magyarázni? Miért nem szól az úrnak? Ő is a média képviselője. A másik úr. Utasson egy jogszabályt, amivel fölhív nekem el. Vagy például lőjön kettőt a levegőbe. Vagy lőjön. Itt szól hozzá. Ilyen szólövést adjon le esetet. Na, szóljon nekik, hogy nem fejezzük be. Tehát nyugodtan mondja meg, hogy... Mondja meg nekik nyugodtan, hogy nem ért célbe a dolog. Elmondta, nem csináljuk. Tegyék meg, azt szeretnének. Köszönjük! Jó, akkor jöjjenek ide, jó erre a részére a balnak, mert jobban tudunk nekik énekelni, és a jobban hallják. Köszönjük! Valami kamerázás szeretett volna abba hagyni, mert a bankügyintéző ráutaló magatartással szeretett volna tenyérjóslást, mert azt hitte, hogy ezen a fényképezőn van ilyen alkalmazás. És így kitette a tenyerét, nyilván ezt hihette, hogy tenyérjóslást szeretne. És ugye sokáig próbálta ezeket a vonalakat, de nem tudott ilyet ez a mobil készülék, úgyhogy szerintem ezt szerette volna itt elmondani. Itt az eredményért jött, csak félre jött. Biztos szerettem volna a hölgynek kérdezni, és akkor mondom, hogy milyen hosszú lesz az életem, hanem nem mondom el, hogy átvertük az ügyfeleket. Nyilván ezt tenyér nélkül is meg tudom mondani, nem nagyon. Na nem azért, mert én gyilkos lennék, de azért a nagy rendező az rendesen intézi a dolgokat. Ugye néhány bankár, mert elvitt a szélők sorából, sajnos még csak külföldön, elég csúnya a haláluk volt, kiugrottak az emeletről, meg elütötte őket az autó, meg ilyenek volt. Felakasztották őket, bocsánat. Felakasztották a bankárokat, valamelyik nap láttam a Facebookon ilyen fejben lövős dolgokat, tehát kifaszták a népet, az előbb-utóbb így vész. Tehát most neki is tudom üzenni, hogyha így hallja, hogy már nem láttam részletesen a tenyerét, de ha nem áll elő azzal, hogy hogy verte át az ügyfeleket, akkor előbb-utóbb ilyen halála lehet, de az is lehet, hogy egyszerűen csak ez egy szívinfarktus, mert nem tud együtt élni ezzel a mocsoksággal, amit ő csinál az emberekkel, hiszen rengeteg ember lett öngyilkos, azért, mert ezek a bankok kifosztották őket, nem tudták már fizetni a hiteleiket, és most még ő nekik áll följel, és egy ilyen szimpatikus, akiről Józsi is megmondta, jóképű emberet kiküldenek ide, hogy ne kamerázzuk. Hát mi van itt ebben az országban? Ne kamerázzunk a bankba! Hányan mehetünk be a bankba? Lezárjuk a Hullánk utcát! Most egy kijövünk ide, a nem tudom milyen utcában vagyunk, hogy itt ne kamerázzunk! Hát miért? Hol itt ért itt már? Hogy megmondja egy bankár, hogy mit csináljunk? Igen, nem tudom, ezt meg kéne kérdezni. Lehet, hogy majd bemegyek mindjárt ügyintézni, megkérdezem, hogy a levegőt lehet-e venni. Mert az is lehet. És pénzt hozhatunk be, befizetni, mert akkor sem. Nem, igen, nem valószínű, hogy az sem megy. Ha nem veszel levegőt, nehezen nem tudnál behozni pénzt. Ezek ennyire egyébként annyira hülyék, hogy megölik a lakosságot, aki a jólétüket tartja fenn. Ja, értem, az elég az, hogy eltartjuk őket, tehát a 6 millióra játszanak, és még sokan vagyunk. Nem biztos, hogy most. Azért nem akarják, hogy fényképezzenek. Uzsorásra! Mert tudják, majd most fogják hozzani a pénzt, és nehogy tömegüljön ide. Értem, számolják. Így van. Kipakkozzák, mint a tankönyveket, tudod? Így. Ez a hajtúzsókáé, ez a barga magdi kupaca. Mert akkor jön a tömeg, Facebookra fölrakjuk, rögtön jön a tömeg, és akkor mindenkinek kell adni. Most csak ennek vannak, ez a pár ember. Értem, és ki lesz porciózva? Így van, ezért nem akarják, hogy levideózunk, mert akkor mindenki. Akkor mindenki jönne ide, akkor titkoljuk, jó? Nem mondjuk senkinek, hogy pénzosztás lesz ebben a bankban. Így van. Nagyon jó. No, hát figyeljetek, szerintem ennél a banknál így meg is vagyunk. Dalolászunk egy kicsit, jó? Hát nem tudom látni, nem láttak, mert behúzták már a fűkönyöket.